Foltán keresztnél arra szeretném felhívni az erdőjárók, természetjárók figyelmét, hogy a túránk során rengeteg olyan hely mellett elhaladunk, ami mögött nagyon érdekes és egy nagyon komoly történet, mítosz, legendárium van. A Foltán kereszt története sokáig bizonytalan adatokat és évszámokat tartalmazott, ami biztos volt, hogy 1890-ben állították a diósjenői irodalmi főerdész kezdeményezésére a kőkeresztet, és előtte fakereszt állt. A kereszt egy erdőőrnek állít emléket, aki feladata szolgálta teljesítése közben ért gyilkosság. Ő a Eszterházi uradalom Szokolyai kerületében teljesített szolgálatot, és azt sejtette, hogy itt környékbeli szokolyai parasztok tilosban fognak legeltetni, és rajta akart ütni ezeket az elkövetőkön. A két parasztal való találkozása tetlegességig fajult, míg nem baltával agyoncsapták, és a tetemét a közeli vasfazék patakban elrejtették. A kereszt egyébként egy olyan helyen helyezkedik el, ahonnan a Csóványos felé vezetne tovább az utunk, de egyben egy olyan csomópont is, hogy aki a Börzsöny más helyeit akarja elérni a Csóványos kikerülésével, innen közvetlen le tud jutni Királyrétre, Diósjenőre, vagy akár a kék négyzeten át a Csóványost kikerülve Kemence királyháza irányába veheti a túráját, tehát egy nagyon fontos túracsomópont, de hát az országos kék túra azért a figyelmünket mindenképp a Csóványos felé viszi erről a helyről.